A vízátemelő beindításával mutatják be, hogyan fog működni a csapadékvíz elvezetése a Virágfürt utca legmélyebb fekvő lakása előtt. A Borbánya és Malomkert városrészeket érintő felújítások még 2016 nyarán indultak el. A projekt 5 szakaszból állt, melyek keretében vízelvezetőket, aknákat, áttemelőket, valamint záportározókat építettek. A mai projektzáró rendezvényen Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt mondta, Nyíregyházán nem ismétlődhet meg a 2010-11-es helyzet. Nem szabad elfelejteni, hogy 2010-11-ben micsoda belvízhelyzet volt Nyíregyházán. Az a célunk, hogy ezt feltérképezve először elkészült egy koncepció, majd programmá változott, sikeres pályázataink vannak, és voltak. Ez a második szakasz, ez egy 612,5 milliós összegű pályázat, ahol itt megkezdtük a Tüzér utcán, benne a Szántó Kovács János téren a víztározók részei voltak, illetve itt az Alma utca, Lujza utca térségében a belvíz által, csapadékvíz által veszélyeztetett területeken egy sokkal nagyobb kapacitású, nagyobb keresztmetszetű és modern műanyag csöveket raktunk le, egy csőrendszert, kb. 2 kilométer hosszan. A polgármester hozzátette, a Virágfürt utca eredetileg nem volt benne a felújítási tervekben, azonban a pályázatban keletkezett megtakarítás, melynek terhére itt is tudtak fejleszteni. A beruházás előtti időszakban ugyanis gondot okozott az eső, a csapadékvíz pedig sok esetben megállt az alacsonyabban fekvő területeken. A csapadékvíz elvezetés itt a Virágfürt utcai szakaszon nem volt kiépítve, ezért a Virágfürt utcának a befelé vezető jobb oldalán több lakás, mélyen fekvő lakásokat elöntötte a víz, illetve többször nagy esőknél szivattyúzással tudták csak elszállítani, megoldani a vízes problémákat. Azon kívül itt a Virágfürt utca 60 szám előtt általában 20-30 centi víz torlódott föl, amiben az emberek gázoltak és így közlekedtek. Ezt úgy oldottuk meg a tervezővel közösen, hogy egy csapadékvíz átemelő került beépítésre, amely a 41-es főút befogadója felé elviszi és biztosítja a víz elfolyását. Ezzel jelentős mértékben csökken az elöntések területe, illetve a csapadékvíz elvezetés megoldottá válik. A projektben többek között a Lujza, Alma és Vércse utca területein is növelték a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer kapacitását. A Tüzér utca területén is fejlesztettek, valamint záportározókat építettek a Szántó Kovács János utcai parkoló területére. A projektzáró rendezvényen elhangzott, jövőre további 1 milliárd forintos csapadékvíz elvezető beruházás kezdődik a városban.